Én a mostani szakmai ifjúságot Masterless Generationnek hívom, mert nekünk voltak mestereink, nekik nincsenek. És ráadásul még büszkék is rá, ami a legnagyobb baj, mert még csak nem is tudja, hogy mit veszít. Makovec Imrétől meg lehetett tanulni bejönni, köszönni, és elmondani röviden mindazt, amiért valaki odament. Ezt ma legritkábban lehet tapasztalni. Köszöntelek téged, Istennek szent igéje, Istennek szent eredménye, Istennek szent rendelése, fényes világ. Ki a fényes világot megfényesítetted, édes, áldott napom, adj szerencsés mai napot, boldog munkálatot, értelmes eszet, okosságot és minden jóra menendőséget. Közismert, hogy némiképpen polihisztornak is mondhatod magad, építészként, fotóművészként és írásaid is, képalkotói teljesítmények. Ezeket a képességeket honnan hoztad magaddal? Miben inspirált a családod? Édesapám festőművész volt, a bátyám grafikus művész volt, az apósom ugyancsak festőművész volt, mi több, ők, mint kiderült később, ők évfolyamtársak is voltak, és a sógornőm festőművész volt, mind-mind inspirált, és inspirálhatott volna arra, hogy magam is a képzőművészetet válasszam. Tehát annyi reális rálátásomnak és kritikámnak, vagy önkritikámnak lenni kellett, hogy mondjuk én a bátyámat, aki úgy született, hogy tudott rajzolni, az életben nem érhetem utol rajzban. Nekem, nekünk, sokaknak a szakma tanulása, elsajátítása közben meg kellett tanulnunk rajzolni. Drága apám szívügyének tartotta, hogy az ábrázoló geometriát azt betéve tudja az ember. Voltak konfliktusaim is ebből, de ma már ennek sok jelentősége nincs. Azt elmondhatom, hogy a térlátásommal nincs baj. Azt az illatot sohasem lehet elfelejteni. A frissen tört kukorica szagát. Kármán ékszekere, a fogat, a manci, meg a bandi. Ott kucorgok Elek bácsi meg Rózsi néni között a megrakott szekér tetején, arcomat félig a kukoricába furva. A kukorica bajusza csiklandoz, de kibánja. Szívom magamba azt az elfelejthetetlen, semmihez sem mérhető, kicsit fanyar, pompás illatot. Lehetnék persze megszeppent is a készülődő vihartól. Pici szorongásom is inkább kíváncsiság. Mi lesz? De nem. Ez nekem maga a megrendíthetetlen biztonság. Azt érzem ott, hogy nekem akkor mindenből csak a jó jutott. Félszemmel az eget lesem, messziről már villámlik, a horizonttól kezdve egyre feketébb. A szél megint a Mátra felől fúj, a lovak szaporázzák, jövünk haza Borsóhalmáról. Mire a Sármány utcába érünk, az első nagy cseppek is megjönnek. Érdekes, hogy az első szemek mindig nagyobbak, mint azután. Buksi, a színe hagyott öreg puli már régen jelezte az otthon maradtaknak jöttünket, a kaputárba. A porta nagy, jóval mélyebb, mint széles. De az utca is széles. A lovak akár futva is rá tudnának fordulni a kitárt kapura. Persze ilyet Elek bácsi sohasem engedne meg. A méltóság is az élet része. Az egyik legfontosabb. Ami felügyeli az időt is, meg a tetteket. Megérkezünk, elsők a lovak. Mire valahogy lekászálódom a szekérről, a lovak már az istálló felé tartanak.
Történt mindez a Sármány utca és a Gergely utca sarkán, Kármánéknál, ahonnan aztán hazamentem a szemközti házba. Voltam úgy szűken 6 éves.